Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Barta Tusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Barta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es igazgatóházaspárja. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nem több függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően ács volt, aztán kipróbáltam egy pár szakmát még utána. Mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Dulán élek, családi helyzetem, egy feleségem van itt áll mellettem. Magamról röviden annyit, hogy én az eredendő civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, és mint ahogy már mondta a férjem, ma már a PPH csapatszervezés a fő tevékenységünk. 27 éve élünk házasságban, amit el tudom mondani, hogy egyre boldogabb és boldogabb házasságban élünk, és van egy 15 éves lányunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, az egyik legismertebb személyiség és képességfejlesztő szakember fogja tartani. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunor Trade ZRT és a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei, tapasztalatai páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével Marianna kiegyensúlyozott boldog családi élete van, 2 fiú gyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Az 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást, és érthetően továbbadja. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok a legtöbb ember számára nem érthetőek. Ha szükséges, képes a személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy emberismerettel kapcsolatos új kérdés merül fel, gyorsan kap választ, hogy átadhassa az információt. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem vagytok elégedettek?
Ki az, aki nem elégedett? Oké. Okay. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? És mi van azokkal, akiknek nincsenek, akik nincsenek itt? Jó a válasz. Tudod, hogy nem véletlenül vagy itt? Vannak olyan emberek, akik elhiszik azt, mert ezt tanították nekik, hogy egy életünk van, egy halálunk. Ezt azért tanították nekik ilyen formán, hogy abban az életükben akarjanak, tehát ebben az életükben akarjanak megélni mindent. Ez kiváló tanítás arra, hogy az emberek jól ki tudják szolgálni a fogyasztói társadalmat. Hiszen, hogyha egy egyén mindent ebben az életében akar megélni, hát akkor ugye sok pénzt kell elköltenie. És ugye ennek két következménye lesz. Tehát én nem a gazdagokról beszélek, akik örökölték a vagyonukat, vagy nyerték a vagyonukat, vagy esetlegesen már gazdagok a saját életükben elért gazdagságuk miatt, gazdagok, tehát anyagi gazdagságra gondolja. Tehát nem róluk beszélek, hanem az átlag emberekről. Tehát ugye a túlnyomó többségről mondhatjuk azt, hogy az emberek 99%-a, jó? Tehát én az emberek 99%-áról beszélek, nem az 1%-ról. Márpedig az emberek 99%-a az nem gazdag. Tehát nem gazdag. Még csak nem is anyagilag független. Tehát az embereknek azt tanították, hogy elérjék azt, hogy egy élet, egy halál, minél több pénzt költsenek, minél több pénzt. Ez a minél több pénz, ennek meg lesz két következménye. Ennek a 99%-ra gondolok, két következménye. Tehát a pénzhajházás közben mondhatjuk azt, hogy kiég. Kiég. A másik, hogy nem éri el azokat a célokat, amit szeretne, és a sok kudarctól lelombozódik. És akkor most ennyien fejeztem ki magam. De ugye a pénzhajházás közben sokat fog költeni, jól kiszolgálja a fogyasztói társadalmat. Ugye akik ezt az egészet kitalálták, pontosan tudják, hogy az emberek nagy része nem fogja elérni azt, hogy még az sem, hogy anyagilag független legyen. Tehát az anyagi függetlenség az nem azt jelenti, hogy nem kell azért a pénzért dolgozni, mert kapja az ember a nyugdíjat. Az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy van elég pénze, és nem függ másoktól anyagilag. Na most már pedig a nyugdíjasok az államtól függnek. Jó? Úgyhogy maradjunk ennyiben. Tehát nincs függőségi viszony. Tehát az az anyagilag független,
aki nem függ másoktól. Tehát nem bérből és fizetésből él, oké? Az anyagilag független, az mindig valami olyan vállalkozást üzemeltet, ami bőven elég pénzt hoz az ő számára. Oké? Tehát bőven elég, a bőven elég azt jelenti, hogy jut is, marad is. Tehát az anyagi függetlenséget gyakorlatilag az alkalmazottak nem tudják elérni, mert ők függnek. Világos? Tehát anyagilag függnek. Ebbe az anyagi függetlenségbe beletartozik természetesen az is, hogy kellő tartalék is van, ha netántán bármilyen gond lenne, akkor a tartalékokból az ember hosszú távon tud fedezni, illetve finanszírozni dolgokat. Ez mondom, körülbelül a bolygó, hát nem is a bolygó, a nyugati társadalom 1%-a, a bolygónál ennél rosszabb a helyzet. Oké? Tehát a nyugati társadalomban. Ez azt jelenti, hogy 100-ból egy ember. De ugye miért nem képesek az emberek? Hát, mert nem ismerik az ember és az élet működését. Tehát nem ismerik. Mert kiszolgálják azt a rendszert, azt a hatalmat, amely ugye létrehozta azt, hogy az emberek ne lehessenek anyagilag függetlenek. Most gondold végig, hogy régen Magyarországon a lakosság, tehát a felnőtt lakosságról beszélek, 80%-a anyagilag független volt. Most az 1% anyagilag független. Jó, tehát nyilván nem a gyerekekről beszélek. Honnan veszem, hogy a 80% anyagilag független volt? Azért, mert a 80% az saját üzletet, saját boltot, vállalkozást, vagy olyan állattartást, vagy növénytermesztést, vagy ezeknek a kombinációját folytatta, ahol teljes egészében saját maguktól függtek anyagilag. És nem másoktól. Világos ez? Tehát az az anyagi függetlenség, hogy nem függnek másoktól, csak maguktól. És ugye azt kellene elérni, hogy teljes egészében maguktól függjenek az emberek, nem másoktól. Mondom, ezt megcsinálták, nem túl rég volt ez, a második világháború előtt. Hogy az emberek, Magyarországon élő emberek 80%-a az anyagilag független volt. Tehát az én nagyapám is anyagilag független volt. Ő cipész volt. A másik nagypapám is anyagilag független volt. Ő meg állattartással és mezőgazdasággal foglalkozott. Vidéken. Ugye a másik nagyapám, akiről először beszéltem, az meg itt Budapesten volt cipész. Szóval lényeg az, hogy nem bérből és fizetésből éltek. Ma a lakosság nagy része bérből és fizetésből él, a vállalkozók nagy része pedig kényszervállalkozó. Tehát ugyanolyan, majdnem ugyanolyan kiszolgáltatott, mint egy alkalmazott. És hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek 99%-a
az kiszolgálja a fogyasztói társadalmat. És ez még, mikor én először erről hallottam, akkor még 3% volt az, amelyik nem ide tartozott. És 97% volt, aki ide tartozott. Most 99% van, aki ide tartozik, és csak 1%, aki nem. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az elmúlt 30 év során megháromszorozódott, ugye, illetve harmadára csökkent, inkább úgy mondanám, hogy harmadára csökkent azoknak a száma, a lakosság lélekszámához képest, akik anyagilag függetlenek. Na most az anyagi függetlenségnek van egy előnye, hogy ha az ember jól csinálja az anyagi függetlenséget, akkor szabad is. Tehát szabad. Oké? Tehát szabad ember. És ugye a kényszervállalkozók nagy része az nem anyagilag független és nem szabad. Tehát ezért van, hogy például van egy válság, és a vállalkozók egy jó része, a kényszervállalkozók egy jó része fogja, és tönkre megy. Ezt látjuk 90 vagy 2008-ban is lehetett látni. Lehetett látni most, a Covid idején is tömegesen mentek tönkre a kényszervállalkozások. Na most, miért kell kiszolgálni a fogyasztói társadalmat? Miért az a legfontosabb dolog egy nyugati állampolgár számára, hogy kiszolgálja a fogyasztói társadalmat? Miért? Azért, mert ezt akarták elérni, hogy ez így történjen, és ez sikerült. Sikerült arról a 80%-ról levinni 1%-ra azt, aki anyagilag független. Miért jó ez? Miért nem akarsz te is anyagilag független lenni, úgy, mint az az 1%? Miért nem lehetne azt megnövelni, ezt az 1%-ot, visszanövelni? Miért kell jó szolgája lenni ennek a fogyasztói társadalomnak? Mondok példát, jó? Ha mindenki annyit és annyiszor vásárolna, mint én, akkor tönkre menne az egész alkoholipar, tönkre menne az egész dohányipar, tönkre menne az összes bevásárlóközpont, úgy, ahogy van, oké? Akkor mi menne még tönkre? Ezek biztos tönkre mennének. A gyógyszeripar is tönkre menne, amennyi gyógyszert szedek, úgyhogy az biztos, hogy totál tönkre menne. Étrend kiegészítők azok virágozlának természetesen. Jó? De a gyógyszeripar az tönkre menne. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy egy csomó olyan fontos iparág, ami most működteti az emberek életét valamilyen szinten, az gyakorlatilag tönkre menne. Tehát miért kell kiszolgálni a fogyasztói társadalmat? Miért? Jó, amikor én váltottam, elkezdtem váltani, az a rendszerváltás környéke volt. Tehát ami azt jelenti, hogy én a rendszerváltással elkezdtem váltani. 87-től váltottam gyakorlatilag 93-ig. Pont a rendszerváltás időszakában én is váltottam. Az azt jelenti, hogy a rendszerváltás előtt, 87-ig én is alkalmazott voltam, de akkor nem volt fogyasztói társadalom. Fogyasztói társadalmat a rendszerváltás hozta be.
és váltottam, hogy más szinten éljek anyagilag, ne azon a szinten, mint a legtöbb ember. Nekem akkor azt tanították 91-ben, hogy 3% az, amelyik nem másoktól függ. 3%. Mondom, most ez 1%. Tehát, hát gondold végig, a boldogságnak van 5 feltétele. Ugye az, hogy az ember szeretetben éljen, egészséges legyen, elismerésben, szabadságban és anyagilag függetlenül éljen. Ez az 5 feltétel. És hát gondold végig, a szeretet működtetését, amire egy embernek igénye van, és én azt hát eléggé bánatosnak tartom, és most finoman fejeztem ki magam, senki ne bántódjon meg, bánatosnak tartom azt, hogy az ember szeretetet csak a családjától akar kapni. Mert a család az már kicsi. Értitek? Tehát kicsi a család. És ha az ember szeretetet a családjától akar kapni, akkor nem fog elég szeretetet kapni. Mert gondold végig, azt mondja a legtöbb ember, aki így gondolkodik, hogy a családjától szeretné a szeretetet kapni, hogy akkor szeretem a családomat. És ha szeretem eléggé a családomat, akkor majd kapok vissza elég szeretetet. És akkor kérdezem tőletek, ez így megvalósul? Tehát ez általában nem valósul meg, mivel már nagyon ritka a nagy család. Az én nagyapámnak, mint tudjátok, volt 24 unokája. Anyai ágon lévő nagyapám. 24 unokája. Az elég nagy családnak tűnik, nem? Mikor anyuval elkezdtünk számolgatni, mikor én olyan 18-19 éves voltam, akkor 160-valahány embert számoltunk a apu, nagyapámtól kiindulva családot. Érted? Az úgy elég nagy család. Ezzel szemben ugye az én gyerekeim 3 vannak. Tehát, hogyha élnének a mondjuk a apósom élne, akkor ő azt mondhatná, hogy van 3 unokája a 24-jel szemben. És eltelt 1 generáció. Tehát nehogy már azt mondja nekem bárki, hogy egy párfős családtól annyi szeretetet kap valaki, megadhat, mint mondjuk egy 160 fős családtól. Érted? Tehát ez a szeretet kérdés nem tud megvalósulni bizonyos feltételek nélkül. Nem tud. Egy olyan világot élünk, aki szeretni akar, az kénytelen, és szeretetet akar kapni, az kénytelen szeretni idegeneket is. Érted? Tehát azt akarja valaki, hogy elég szeretet áramoljon az életében, akkor neki idegenekkel is kell foglalkozni. Nem csak hozzátartozókkal, vagy rokonokkal. Oké? És akkor nézzük, hogy itt van ez az
egészségkérdés. A betegségek, tehát a tudomány mai állása szerint a betegségek legalább 80%-a pszichoszomatikus eredetű. Nem igaz, mert 100%-a. És akkor mondják, hogy hát ha vannak a vírusok, meg a baktériumok, tehát járványok. És akkor hogy van, hogy az egyik megkapja, a másik nem. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Mert akkor mindenkinek meg kellene kapni. Jó? Tehát pszichoszomatikus eredetű. Sőt, a balesetek is pszichoszomatikus eredetűek. Nem csak a betegségek, a balesetek is. Teljes egészében. Pszichoszomatikus eredetű. Az azt jelenti, hogy a lélek hat a testre. És előidézi a betegséget, vagy a balesetet. Oké? Ugye a balesetet hogy idézhet elő egy lélek? Nagyon egyszerű. Figyelmetlenséggel. És akkor valaki azt mondja nekem, hogy és ha belém jönnek, és abból származik a baleset, akkor is figyelmetlenségből. Oké? Tehát egy lélek megérzi azt, hogy neki arra kell mennie, vagy sem. Világos? Sőt, nem megérzi, tudja. Szóval nem is ez a lényeg, hanem ahhoz, hogy az egészséges legyen az ember, és balesetet sem szenvedjem, az káros az egészségre, nem? A baleset az káros az egészségre. Így van. Hát az embernek tennie kellene azt, ami a dolga. És azt mondják az emberek, anyagi világban lévők, hogy az a dolgom, ami a munkám. Nem. A legtöbb ember a munkájával nem a dolgát végzi. Oké? Tehát mindenkinek meg van határozva, hogy mi lenne a dolga. Oké? Nem úgy, hogy na most nagy valószínűséggel csak egy, de nem sokrétű. Oké? Tehát ezt utána is lehet nézni, hogy mi lenne az ideális dolga annak az illetőnek. De ez most részletkérdés. Tehát az emberek azért nem egészségesek, akik nem egészségesek, vagy azért szenvednek balesetet, mert a lélek így üzen a testnek. A balesetem vagy az egészség, tehát a betegségen keresztül üzen a testnek, hogy mást kellene tenni. Tehát a betegség, a baleset az egy jelzés, a lélektől származó jelzés. Ezért minden baleset és minden betegségből, balesetből és betegségből kideríthető, hogy az illetőnek mit kellene másként csinálnia. Mondom, minden betegségből és minden balesetből kideríthető, hogy az illetőnek mit kellene az életében másképp tennie, milyen úton kellene haladnia. Jó, akkor nézzük tovább a következő területet. Ugye mondjuk elismerés. A létfontosságú szükséglet az elismerés, hogy az ember kapjon elismerést. Az ember sokáig nem kap elismerést, teszi a dolgát és nem kap elismerést, belefásul abba a dologba, biztos figyelt, láttatok már ilyet. Tehát belefásul. De az is fontos, hogy képes legyen adni elismerést. Szóval az elismerés maga egy létszükséglet. Sőt, az öt létszükséglet egyike. Tehát mondjuk az ötödik legfontosabb létszükséglet. És akkor nézzük tovább. Van a szabadság. Szabadság mit jelent? Hát nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Hanem azt csinálsz, amit
szeretnél, és ami etikus. Oké? Okay? Tehát azt csinálhatod, amit szeretnél, és ami etikus. De ez a kettő együtt. Jó? Na most, ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor jól érzi magát abban, amit csinál. Főleg, ha etikus is az a dolog. És úgy csinálhatja, hogy kötetlenül. Ezért szabadság. Tehát kötetlenül csinálhatja azt, amit szeret, oké? Ami etikus, és van még egy dolog, amiből meg is él. Oké? És akkor így keveredünk el ahhoz, hogy anyagi függetlenség. Hogyha már az ember szabad módon tud jövedelmet teremteni, akkor teremtsen annyit, ami elég. Ahol jut is, marad is. Na most, akkor nézzük meg, hogy a mai világunkban ezt hogy lehet megteremteni, ezt az öt feltételt, jó? Mert a nagyapám az meg tudta teremteni azzal, hogy gyerekeket gyártott. Ugye neki volt, hát olyan, tehát több mint 8 gyereke volt, csak ugye volt, aki időközben meghalt. Tehát összesen 11 gyereket gyártott. Oké? Csak 3, egy felnőttként halt meg, 2 pedig kicsiként, tehát újszülöttként gyakorlatilag. Szóval, hogy megy a gyerekgyártás? Hm? 8-11 gyerek? A második vonalban már rosszabb volt a helyzet, mert ott a legtöbb gyerek az 5 volt. 5. Tehát anyu testvérei között, ahol a legtöbb volt, azoknál 5 gyerek volt. És anyunál volt a legkevesebb gyerek. 1. Miért? Mert apu azt mondta, hogy ha szül még gyereket, akkor úti laput költ a talpa alá. Tehát akkor költözhet, mehet, Isten hírével. Ezért ugye nem lett testvérem. Szóval, mondom, kérdezem, hogy hogy megy a gyerekgyártás. Hát, hogy kapjál elég szeretetet, egészséges legyél, tehát az utadon legyél, akkor legyen elég elismerés, legyél elég szabad, és legyen elég jövedelmed. Tehát sose hallottam volna, hogy nagyapám az anyagiakról panaszkodott volna. Oké? Sose hallottam. Miért? Mert ha úgy alakult, akkor gondoskodtak róla. Nem tudom, világos-e. Voltunk elege rokonok. Hozzátartozók. Szóval gondold végig. Hogy állsz a gyerekgyártással? Hm? Hát a gyerekgyártás révén nem tudsz létrehozni ekkora csapatot. Akkor mi lehet a másik mód? Szeretném megkérdezni, hogy a munkahelyen mekkora csapatod van, amit te hoztál létre. Hm? Tehát amit te hoztál létre. Tehát nem a főnököd vagy a munkáltatód hozott létre, hanem te hoztál létre. Nagyon ritka, hogy valaki alkalmazottként saját csapattal rendelkezik.
amiket ő hozott létre, az általában az üzletkötői területen működik. Az azt jelenti, hogy egy saját üzletkötői csapatot létre tudott hozni, mert létre lehetett ott hozni, és akkor ezáltal ő alkalmazott, és hát vannak alkalmazottak, akik az ő csapatában üzletkötőként dolgoznak. De azokat ő szervezte. Ezen kívül én nem tudok olyat, hogy alkalmazottként valakinek saját csapata legyen. Akár mekkora főnök. Mert azok az emberek, azok jönnek, mennek, jöttek a fizetésért, majd elmennek egy másik fizetésért. Oké? Na most nem is hozzácsatlakoztak, hanem gyakorlatilag a céghez. Érted? És akkor gondoljátok végig. Van 5 feltétele a boldogságnak. Hogy lehet létrehozni szeretetet csapat nélkül? Úgyhogy az a szeretet az működjön. Hogy lehet létrehozni egészséget, anélkül, hogy az ember az útját járja? Sehogy. Hogy lehet létrehozni elismerést csapat nélkül? Hogy lehet létrehozni anyagi függetlenséget csapat nélkül? Tudod, mit jelent az anyagi függetlenség? Hogy még egy kicsit beszéljek róla egy mondat erejéig, itt ebben a részben. Hát azt jelenti az anyagi függetlenség, hogy más eredményeiből, teljesítményeiből is tudsz részesedni. Ezt jelenti. Tehát nem csak a saját teljesítményedből részesedsz, hanem mások teljesítményéből is részesedsz. Mondjuk a csapatod teljesítményéből is részesedsz. És ezáltal mondjuk a csapatod teljesítménye után többet keresel, mint a saját teljesítményed után. Itt akik az asztaloknál ülnek, azoknak a jövedelme, mindenkinek a csapata után származó jövedelem az több, mint a saját teljesítménye utáni jövedelme. Mindenkinek, akik itt az asztaloknál ülnek. Mondom, mindenkinek. Jó, tehát az azt jelenti, hogy haladnak az anyagi függetlenség felé. Világos ez? Tehát azzal lehet haladni az anyagi függetlenség felé, hogyha egyre több az olyan ember, akinek az eredményeiből, teljesítményéből tudsz részesedni. De ez magától nem jön létre. Na most akkor nézzük, menjünk vissza, volt itt az 5-ből egy terület, az egészség területe, ahol ugye azt mondtam, hogy az utadon járni. Na most az, hogy az útján járjon valaki, akkor most hirtelen lehet, hogy azt gondoltad, hogy az nem kell csapat. Na most én foglalkozok 14 éve, több, 15 éve. 15 éve foglalkozok azzal, hogy azzal is, jó? Tehát azzal is, hogy kinek mi a küldetése. 15 éve. Tehát az azt jelenti, hogy 2009-ben kezdtem az ilyen jellegű foglalkozást. És hogy mi is egyáltalán az, hogy egy embernek a küldetés. Maga a küldetés az mindenkinek kiszámolható. Akármilyen hihetetlen. A számok pedig nem hazudnak. A küldetés kiszámolható. És általánosan minden földi embernek a küldetése az 3 dologról szól. Valamit nagyon meg kell tanulnia,
valamit nagyon be kell gyakorolnia, és valamit, amit tanult és begyakorolt, tanítania kell. Ez minden földi embernek benne van a küldetésében, a születési számaiban. Minden földi embernek. Ehhez képest földi embereknek fogalmuk nincs ezekről a dolgokról, tisztelt a kivételeknek. És ezáltal nem is haladnak arra felé, ami az ő leszületéseknél fogva a küldetésük. Na most, de nézd meg, valamit meg kell tanulni. Be kell gyakorolni. Mi baj van a tanulással? Tehát nem véletlen az, hogy az emberek nagyon nagy részét a bolygón nem személyesen tanítják, hanem közösségben. És már kisgyerekkortól elkezdik közösségben tanítani a gyerekeket. Tudod miért? Mert otthon tanítod a gyerekedet, és nem fogad szót. Beülteted az iskolába, és a tanárnő azt mondja, hogy ezt csinálják, vagy azt csinálják, vagy a tanár, és mivel a többi gyerek is csinálja, ezért a te gyereked is csinálja. Ezért tanítják az embereket csoportosan. Érted? Nem egyesével. Az azt jelenti, hogyha valaki ilyen, hogy úgyse fogadok szót, beül egy csapatba és szót fogad. Világos ez? Vagy kirakják a csapatból. Oké? Okay? Na most, ez azt jelenti, hogy csapatban sokkal hatékonyabb a tanulás. Világos ez? Tehát csapat kell ahhoz, hogy hatékony tanulás legyen. Na most van egy másik dolog avval kapcsolatban, hogy az ember tanuljon. Hát az, hogy mi van, ha elakad? Ki fog neki segíteni? Mert ugye a tudást megakadályozza, hogy az illető halad a tanulásba, és egyszer csak elakad, és mit csináljon, mit tegyen. Ezért abban a csapatban ülő tanul, kell, hogy legyenek vezetők. Nem egy, hanem lehetőleg minél több vezető, akik segítenek az elakadóknak. Világos ez? De ez megint csapat. Érted? Nem egy tanító tanít mindenkit, hanem az elakadóknak van segítségük. Azok, akik régebben tanulnak itt, és van saját csapatuk. És akkor nézzük tovább. Ahhoz, hogy az ember megfeleljen a küldetésének, be is kell gyakorolni azt, amit tanul. Hogy gyakorolja be az ember a tudását csapat nélkül? Nem arról tanulnak az emberek, vagy nem arról kell megtanulniuk az embereknek, hogy mondjuk egy lovat hogy kell megpatkolni. Most attól, hogy egy kovács meg tud patkolni egy lovat, attól még nem fogja tudni rendbe rakni az életét. Oké? Okay? Az ember attól tudja rendbe rakni az életét, hogy van itt 10 életterület, és a 10 életterületét rendbe tudja tartani. Tehát rendben tudja tartani. Mert mondjuk rendbe tette. Ez magától nem lesz rendbe jöve. Az akkor van, hogyha az ember rendbe teszi.
ezeket a területeket. És az ember azt mondja, hogy ha van csapat, akkor van kint gyakorolni. Oké? Ráadásul tudjátok, mit láttam? Hogy tanítva könnyebb tanulni, mintha az ember csak tanul. Képzeljétek el. Tehát tanítás közben is az ember tud tanulni. Sőt, még akár többet is tud tanulni, mintha csak tanul. Na akkor hogy tanulja meg az ember igazán, ha senkit nem kell tanítani? Ráadásul van egy olyan is, hogyha az embernek saját csapata van, nem annyira jó lenne az ember lebőgne a saját csapata előtt, nem? Ezért a csapat előtt kell járnia annak az adott személynek. Nem? Magyarul többet kell tudnia. Tehát, és képzeld el, mit tudom én, egy tanárnő tanítana mondjuk egy általános iskola 8. osztályában, és akkor a diákok többet tudnának abból a tantárgyból, mint a tanárnő. Akkor eléggé lebőgne a gyerekek előtt, nem? Tehát ezért a tanárnőnek mindig képeznie kell magát, hogy ő többet tudjon, mint a diákjai. Vagy rosszul látom? Tehát az ember úgy sajátíthatja el a tudást kellőképpen, hogyha hatékonyan tanul. Oké? És rendszeresen tanul. Most akkor nézzük tovább ezt a dolgot, ugye ott tartunk, hogy egészség. És ugye akkor egészséges az ember, hogyha a saját útján halad. Hát az ember, tehát ugye tanulás. Minden embernek benne van az, hogy tehát a küldetésében, hogy tanul, valamit nagyon megtanul, valamit nagyon begyakorol, és valamit nagyon tanít. Hát amit mit taníthat az ember nagyon? Hát amit tanult, meg amit begyakorolt, nem? Hát olyat ne taníts, amiben nem vagy jó. Az elmúlt időszakban többször találkoztunk olyannal, csak úgy mondanám, hogy olyan próbált tanítani valamit, amiben nem tudott pozitív eredményt fölmutatni. Érted? Biztos találkoztatok már ilyennel, hogy valaki hasznos tanácsokat ad, idézőjelben a hasznos, tanácsokat adott neked, vagy valaki másnak, olyan területeken, vagy területen, amit ő elbaltázott. Találkoztatok-e ilyennel? Ki az, aki találkozott már ilyennel? Oké. Okay. Hogy ad valaki tanácsot olyan területen, ahol elbaltázta azt a területet? Szerinted az a személy az hiteles? Főleg, hogyha az a személy tudja is, hogy ő mit csinált, elbaltázta vagy sem azt a területet. Szerinted fog hallgatni arra az illetőre, akiről tudja, hogy azt a területet elbaltázta? Hát az, aki egy területet elbaltázik, azon a területen ne adjon tanácsot. Nem? Fogja be a száját. Nem? Majd akkor beszéljen, hogyha azt a területet jól tudta csinálni, nem? Vagy jól tudja csinálni. Nem? Én amihez nem értek, ahhoz nem ad, abban nem adok tanácsot.
múltkor is kérdezett tőlem valaki valamit, én mondtam, hogy ez a területhez nem értek, kérd mástól tanácsot. De nem is akarok érteni hozzá, nem tudom, világos-e. Szóval a lényeg az, hogy ugye a betegségről beszélünk, hogy akkor egészséges az ember az egész élete során, hogyha az útján halad. Akkor nem szenved balesetet, ha az útján halad. De ahhoz, hogy az ember az útján haladjon, tanulnia kell, egy területet nagyon meg kell tanulnia, nagyon be kell gyakorolnia, és utána taníthatja, és tanítania kell. Na most akkor ezt hogy lehet megcsinálni? Csapat nélkül. Hogy? Hogy lehet az utunkon haladni csapat nélkül, mikor ez van benne, hogy tanulj, tedd a dolgodat, és taníts. Mindenkinek ez van a küldetésében, csak nyilván van 9 féle terület, és azon belül még van 100 féle terület. Körülbelül. Tehát ilyen finomítás. Hát a 2 szám jegy, az 99. Akkor az 99 féle terület. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 9×99 az mondjuk 1000, majdnem 1000. Oké? Jól számolok? Jól. Tehát majdnem 1000, mondtam 900. Van 900 féle küldetés. Annak a java az 9 féle küldetés, és azon belül 99 finomítás. Oké? Azon mondom, 1000 féle küldetés. Nem 10 000 féle küldetés, nem 8 milliárd féle küldetés, 1000 féle küldetés. Érted? Azt megnézzük, nem is olyan sok. Ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk emberek. Tehát ami azt jelenti, hogyha neked mondjuk megnézzük a, meg egy másik embernek, megnézzük a küldetését, és azonos számra jön ki, akkor azonos a küldetésetek. De erre mekkora az esély? Mondjuk 1/1000, illetve még annál is kevesebb. Miért? Hát mert hogyha 1999 és 9. hó 29-et nézünk, akkor az a legmagasabb szám, ami létezik, azoknál az embereknél, akik az elmúlt időszakban születtek. Az mennyi? Számolja ki gyorsan valaki, jó? Mennyi? 48. Akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem is 100 féle lehet, hanem csak 9×50 féle lehet. Tehát az azt jelenti, 49 vagy 48 féle lehet, az azt jelenti, hogy az nem is 1000 féle, csak 500 féle küldetésünk van. Érted? 500 féle küldetés. Ezt most miért mondom? Mert ez nem bonyolult. Tehát nem ahány ember annyi féle küldetés. Ha van 2 ember, akinek azonos a küldetés száma, azonos a küldetése. És akkor megnézzük, mennyi az esély rá, hogy 2 embernek azonos legyen a küldetése, akkor 2%. Oké?
Na most, ezt most miért mondom? Mert minden küldetés csak csapattal valósítható meg. Tehát gondold már végig, hogy azért vagy itt, mert azt nem itt a PPL-nál, itt a bolygón. Azért vagy itt, mert bevállaltad azt, hogy egy életed során megtapasztalsz olyan dolgokat, amit fenn, ahonnan jött a lelked, nem valószínű, hogy megtapasztalod. Vagy nagyon sok időnek kellene eltelnie, hogy megtapasztalnád. Most mondok példát, jó? Lélekként nem tudsz szexuális életet folytatni. Nem tudom, hogy ezért jöttél le, hogy ezt kipróbáld, de még ez is elképzelhető, hogy ezért vagy itt, hogy ezt kipróbáld milyen. Oké? Tehát vannak olyan dolgok odafönt, amit vagy nem tudnak megélni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán találkozhat, igaz? Találkoznak ilyen dolgokkal, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a szexuális életnek az örömét sem tudják megélni, érted? Tehát akkor van egy másik dolog is, jó? Amit az emberek nem tudnak ott fönn megélni, nem emberek, a lelkek. Például minden lélek halhatatlan a világegyetemben. Tehát odafönt nem tudtál gyilkolni. Ahhoz le kellett jönni, hogy a gyilkosság érzetét megéld. Nem tudom, világos-e. Mert ott nem a lélek, az halhatatlan, nincs gyilkolás, nem létezik olyan fogalom, hogy gyilkolás. Világos ez? Az állatvilág, vagy a növényvilág, tehát az egyéb élővilág megölése az ölés, nem gyilkolás. Vagy pusztítás, de nem gyilkolás. Világos ez? Tehát ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Csak hogy tiszta és világos legyen, hogy bizonyos dolgokat fönn nem tudtál megélni. Lehet, hogy nem ebbe az életedbe gyilkoltál, bízok benne. De az előzőben lehet, hogy megcsináltad. Főleg számold azt, hogy mitől mi voltak világháborúk a múlt században. És ha mondjuk te az előző életedben mondjuk megéltél, megélted azt, mint például a nagyapám, aki a második világháború idején halt meg, katonaként, hát akkor neki ott ölni kellett, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy több millió ember megélte azt, hogy ölt a második világháború idején. Volt, aki akár mind a két világháború idején ölnie kellett. Egy másik nagyapám, a harmadik, nekem három nagyapám volt, a harmadik nagyapám, jó, ő volt a gyakorlatilag fogadott nagyapám, az első világháborút is frontszolgálaton töltötte el, meg a másodikat is. Érted? Neki ott ölni kellett. Tehát ebben a két háborúban, a múlt században sok-sok millió ember megtapasztalta az ölést. Most gondold végig,
nem tapasztaltuk meg fönt, a fenti létformában, hogy milyen érzés a halál. Mert odafönn nincs. Milyen érzés az, hogyha te meghalsz? Milyen érzés az, hogyha valaki meghal a környezetedben? Érted? Mert ott nincs ilyen. És akkor lejöttek emberek megtapasztalni dolgokat. Érted? Jó, van, aki azért jött le, hogy ne lustákodjon, lustákodhat itt a Földön, mármint ott ne lustákodjon. Lehet, hogy azért jött le, mert ne etikátlankodjon, itt etikátlankodhat. Próbálja ki azt is. Vagy ne lázadozzon, próbálja itt ki. Mert itt lehet. De hát gondold végig, mennyire rekedtek itt emberek. Hiszen már 8 milliárdan vagyunk. Azokból a lelkekből, akik lejöttek. Mennyire rekedtek itt azért, mert nem tanítják azt, hogy vissza kellene oda térni. Hogy a lélek létformának nem az a jövője, hogy emberként éljen. Az emberi létforma az csak egy iskola, semmi más. Hát ez olyan, mintha egy iskolában nem tanulnál, mondjuk az általános iskolában nem tanultál volna, és mindig visszabuktattak volna. Régen meg lehetett bukni az elsőben, meg a másodikban is. Most már nem lehet. Volt olyan cigánylány, aki folyamatosan elsős volt addig, míg el nem érte a 14 éves kort, akkor még 14 éves kor volt a kötelező iskolai bentlét, tudod. És akkor 14 éves korában elsősként abba hagyhatta az iskolát. Képzeld-e? Volt ilyen. Mi osztályunkban is volt egy évet. Így van. Na most, mintha így működnének itt a Földön az emberek, érted? Jó, hát lehet, hogy följut a második osztályba, vagy a harmadikba, de abba kellene hagyni az általános iskolát. Be kellene jutni a középiskolába. Tudod, mi a középiskola? A szeretett korszak, az aranykor. Az a középiskola. Be kellene jutni. Két ilyen iskola van a saját, volt a saját univerzumunkban. Kettő. Az egyik a Föld, egy másik bolygó. És ott már aranykor van. Nálunk még nincs. Nem kellene itt is létrehozni már az aranykor? Nem kellene olyan tudással rendelkezni, ahol az ember kijárta végre már az általános iskolát, és bekerülhet a középiskolába, az aranykorból? Nézd meg, a középiskolát végigcsinálta, ki az, aki járt középiskolába, nem szakmai iskola, középiskola? Oké. Okay. 4 éves volt a középiskola, ugye mindenkinek, mostanában már 5 éves középiskolák is vannak, régen nem voltak. Szóval, de én még 4 évesbe jártam. Az azt jelenti, hogy ugye 4 év alatt kaptunk egy érettségit. És utána nekiállhattunk dolgozni. Ugye a szakmunkás képző az ritkábban 2 éves volt, volt ahol 3 éves volt. Például az unokatestvérem, az heggesztőnek tanult, neki a szakiskolája az 2 éves volt. Tehát a szakmunkás képző iskola az mindössze 2 éves volt. Annó annak idején. De ugye a legtöbb szakképző iskola az 3 éves volt.
Anno annak idején, most már ezek össze-vissza vannak. Na szóval, de miért mondom? Mert onnantól mehettél, amikor megkaptad a szakmunkás bizonyítványodat, gimnáziumból nem kaptál szakmunkás bizonyítványt, azért hoztam föl a szakközépiskolát, meg a szakiskolát, mert ott kaphattál egy szakmát, és a szakmád révén mehettél dolgozni. Oké? Jó, hát a gimnáziumi érettségivel is mehettél dolgozni, csak nem szakmában. Na most ez azt jelenti, hogy elindulhattál a középiskola után az életbe. Érted? Most ez ugyanígy néz ki. Az aranykor után elindulhatnál a felső létformába ismét. Világos? Tehát miért akarsz itt megrekedni? Nem ez a dolgod. Nem azért jöttél le, hogy újabb és újabb emberi életeket éljél, hanem élj egy életet. Akikkel beszélek, nagyon ritka, hogy egy élet, tehát hogy most született le erre az életre. Ez ritka. Tehát az elmúlt időszakban azt hiszem egy vagy két emberrel találkoztam ilyennel, akinek csak egy. Ez az első leszületése. De miért akarsz egy ilyen inkarnációs mókuskerékbe bekerülni? Miért akarsz mindig évet ismételni? Miért akarsz megbukni az életben? Tehát emlékezz vissza, hogy mikor iskolába jártál, a bukottakra hogy tekintettek? Emlékezz vissza. Tehát nem jó szemmel tekintettek a bukottakra. Nehéz volt nekik például a beilleszkedés is, akik megbuktak annak idején. Mindegy, hogy általános vagy középiskola volt. Hát ugyanez a helyzet. Miért akarsz megbukni? Tehát ahhoz, hogy a következő, tehát az általános vagy a középiskoládba, ahhoz, hogy a következő osztályba léphess, tanulnod kellett. Itt is, hogy bekerülhess az aranykorba, tanulnod kell. Hogy utána visszatérhess abba a létformába, tehát tehesd a dolgod, mint egy felnőtt, ahhoz tanulni kell. Mi ebbe a probléma? Jó, hát kipróbálod, hogy milyen a szexelés, ezt legalább tudod. Kipróbálod, milyen a halál, legalább tudod. Kipróbálod, milyen mások halála, legalább tudod. Érted? De ezt egy élet alatt meg lehet csinálni. Nem kell ehhez egy újabb és újabb korszak. Jól kezeled a problémáidat az életben? Semmilyen szinten nem viselnek meg a problémáid? Most gondold végig, újra születsz, teljes tudás nélkül, mert mielőtt leszületsz, kitörlik a tudást, és utána megint kapod a problémákat. És akkor megint újra kell tanulnod mindent. Miért jó ez neked? Hát ez olyan, mintha ugye az általános iskolába valaki visszabukott, vagy a középiskolába azért, mert nem tanult semmit, újra tanulhatta azt, amit nem tanult meg. Ugyanaz. Semmi különbség nincs. Csak ezt úgy hívják, hogy élet, azt meg úgy hívják, hogy életiskolája, azt meg úgy hívják, hogy iskola. Miért az a jó, hogy mindig visszabuksz? Én azt láttam, hogy annak idején a gyerekek küzdöttek azért, hogy ne bukjanak meg. Még a rossz tanulók is küzdöttek azért, hogy ne bukjanak meg, főleg évvégén, tudod. És akkor külön feleltették őket, meg külön dolgozatot írattak velük,
hogy ne bukjanak meg. És dolgoztak is azért keményen, hogy ne bukjanak meg. És hála Istennek nem sok olyan volt, aki kibukott az én 12 évem alatt. Mert dolgoztak azért keményen, hogy ne bukjanak meg. És akkor itt vagyunk felnőttként, és nem dolgozunk azért, hogy ne bukjunk meg. Nem tanulunk azért, nem kell dolgozni, tanulni kell azért. Nem tanulunk azért, hogy ne bukjunk meg. Miért nem? Te miért akarsz ezt, miért akarod ezt az életeted is végig szenvedni, mert nem az utadat járod, meg majd a következőt is. Miért? Ez miért jó neked, mint lélek? Beszélgess már el a lelkeddel. Hogy vajon a lelkednek jó-e az, hogy itt szenved ebben a bőrödben, testedben. Tehát nem erről szól a történet, hogy állandóan visszabukjunk. És akkor itt van egy iskola, amely teljesen páratlan bolygó szinten. Mutatom, jó? Ebből kimegyek, és bemegyek ide. Jó? És lépjünk be, ne lépjünk be, hanem ide lépjünk, azok, akik nem léptek még be. Itt van egy csatlakozás, és itt vannak az adatok, amivel az emberek csatlakoznak. És akkor nagyítok, hogy jobban lássátok. És akkor ilyenek vannak itt leírva. Azt mondja, kér díj és kötelezettségmentes, tehát a regisztrációd révén. Jó? Tehát egyedülálló személyiség, fejlesztő tudás és közösség, a boldog élet, továbbá az aranykor eléréséhez. Most kér díj és kötelezettségmentes hozzáférést, PPH Szedlacsik Miklós Boldogság Specialista Mesterkócs, a Nyílt Akadémia, a Hunor Trade ZRT, a Tanoda 2000 Kft. Közös ember és életjobbító tudásfejlesztő weboldalához. A weboldalunkon felelhető információk segítenek az emberek, az ember és életismeretben, az élethelyzetek helyes kezelésében, a problémák megoldásában, illetve megelőzésében, a személyiséget fejlődésében, a célok megvalósításában, továbbá a coach hivatás és a szeretettel, egészséggel, jó érzéssel, elismeréssel, szabadsággal, anyagiakkal és boldogsággal teli élet elérésében. Alapításunk óta 1994 több ezer vállalkozásnak és több százezer egyénnek segítettünk már, hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. Szervezetünknél coachképzés, mesterkócsképzés, aranykorra felkészítés, szellemi-lelki fejlődést igénylő emberek kezelése, sőt fényküldöttek, illetve fénymunkások továbbképzése történik. És ezt, ha megnézed, ez így van. És akkor nézzük tovább. A weboldal díj és kötelezettségmentes használatáért alább add meg egy pár adatot önmagadról. Garantáljuk, hogy az adataidat bizalmasan kezeljük. Csak a képzési információ küldésért kértük, másra nem használjuk fel, és nem is adjuk ki harmadik félnek. Ha esetleg nem lennél elégedett velünk, törölheted magadat a weboldalunkról, ekkor az adataidat is töröljük. Jó? Csak azért mondom ezt, mert amit az első bekezdésben van, az bolygó szinten totál egyedülálló.
valahogy, mintha más közösség nem akarná azt, hogy egy jobb világunk legyen. Ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Valahogy nem akarják. Vagy legalábbis lehet, hogy akarják, csak nem sokat tesznek ezért. Szinte semmit. Hogy lesz nekünk egy jobb világunk, hogyha nem teszünk semmit? Hogy lesz egy jobb világunk, hogyha hagyjuk a nem cselekedetünkkel, hogy a rossz eluralkodjon a Földön? Hogy? Milyen lesz a jövő? Gondold végig. Te fényküldött vagy. Egy olyan személy, aki azért jött le, hogy másokat kihúzzon ebből a slamasztikából. Lehet, hogy nem ez az első életed. De a második életedben is bevállaltad a fényküldöttségedet. Érted? Vagy akár a harmadik életedben, vagy negyedik életedben. Hogy azért vagy itt, hogy másokon segíts abban, hogy kikerüljenek ebből a reinkarnációs mókuskerékből. Nem abban kéne segíteni, hogy mit tudom, arrébb rakjatok egy bútort, hanem abban kellene segíteni, hogy ne maradjanak benn ebben a reinkarnációs mókuskerékben. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ez a Föld arra hivatott, hogy átmenjen középiskolába. Tehát a szeretet és az aranykor, tehát a szeretet aranykor, szeretet korszak aranykor, tudását adja át. Erre hivatott a Föld. Nem arra, hogy tovább általános iskolaként működjön. Tehát az azt jelenti, hogy ebben a reinkarnációs folyamatban részt vegyen. Arra van egy másik bolygó, kinn az univerzum szélén, ahova lehet majd inkarnálódni. Hát döntsd el, hogy mi a manót akarsz. Döntsd el. És adok neked egy jó tanácsot. Döntesd el másokkal is. Mit akar? Mit akar? Döntesd el másokkal is. Hogy ő mit akar? Oké? És ha sikerül eldöntened, akkor el fogod tudni döntetni másokkal is. Mert a te döntésed az megerősít abban, hogy képes legyél másokkal is döntésre juttatni azt, hogy mit akarnak. Úgyhogy tessék ezeken a dolgokon elgondolkodni, és tedd a dolgodat. Csináld az életedet a küldetésed alapján, hogy meg tud csinálni. Tehát anélkül, hogy te itt létrehoznál egy csapatot, anélkül nem tudod beteljesíteni a küldetésedet. Ezt vésd jól az eszedbe. Tehát itt létre kell hoznod egy csapatot, hogy a küldetésedet meg tud élni. Hogy kellően megtanuld azt, amit meg kell tanulnod. Hogy kellően megtapasztald azt, amit meg kell tapasztalni. És hogy kellően tud majd tanítani azt, amit neked tanítani kell. Világos voltam? És ez nem az a szakma, amit tanítanod kell, amit most gyakorolsz a civil életedben. Ez jó, ha tudod. Mert az aranykorban arra a szakmára lehet, hogy nem is lesz szükség. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus bemutató előadást.
Aztán megint elgondolkodtató dolgok hangzottak el, ugye? Érdemes volt itt lenni egész nap? Hangosabban. Érdemes volt? Na, így már jó. Egyetértetek avval, hogy az élet egyik legjobb, életünk egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtünk itt tanulni az akadémiánál? Tudtátok, amikor elkezdtétek, hogy mennyire jó lesz? Ugye? Itt volt egy nem, oké. Ez nem volt olyan pozitív. Hát én úgy érzem, hogy nekem egy olyan döntés volt, ami bár nem volt eléggé tudatos, nem tudtam, mibe kezdek bele, de óriási dolgokat, óriási változásokat hozott az életünkbe, amiből mind egytől egyik pozitív volt. Ezt meghazudtolni nem lehet, mind anyagi, mind mentális, mind emberekkel való bánás területén, mindenben. Nagyon-nagyon jó dolgokat hozott nekünk ez az elmúlt 10 év. A többségére nem számítottunk, nem látszott az elején. Ha te most hallgatsz minket először, már mondjuk be vagy regisztrálva, akkor nézzél szét a weboldalon, van ott sok információ a nyílt akadémia menüpont alatt a küldetésünkről, hogy mit csinálunk, hogy gondoljuk, részletesen anyagok vannak ott az egészről, tudsz nézni bemutató előadásokat, fel tudod venni a kapcsolatot PPH-s szervezőkkel, Facebookon, mindenféle szociál médiában benne vagyunk, tudsz tőlünk kérdezni, ha akarsz, megkeresed a szimpatikus embert, és felveszed vele a kapcsolatot. Ne olyanoktól kérdezzél, akik nem tanulnak itt. Olyanoktól kérdezz, akik itt vannak, azok a hitelesek. És hát, átadom neked a szót. Valóban én is ezt el tudom mondani, mint a férjem is elmondta, hogy az életünk egyik legjobb döntése volt az, hogy itt elkezdtünk tanulni, mint akik most itt vannak, és elmondták, hogy ők nekik is az életük legjobb döntése volt. És valóban igaz, az is, amit mondott a férjem, hogy nagyon sok képzésen vettünk részt, és én sehol nem kaptam meg azt a tudatos változást, mint amit itt a PPH-nál, és itt a mesterünktől, Szedlacsik Miklóstól. Mert ő egy olyan ember, aki valóban, amit tanít, ő úgy él. Tehát őt neki nincs az életében olyan életterület, amiben romokban heverne. Számomra ezért is nagyon szimpatikus volt, amikor én megismertem a Nyílt Akadémiát, a PPH-t, mert én nekem nagyon fontos volt, hogy én egy olyan helyen tudjak tanulni. Én olyan tudáshoz jussak, és olyan közösségben egy olyan szervezetet képviseljek, ami etikus. És én, mi itt mindannyian valóban egy olyan dolgot végzünk, ami a világon a legnagyobb etikus hely, tudás, és tényleg nincs másik a világon ilyen. Amikor legelőször idejöttem tanulni, érdekes volt számomra az is, amikor mondta a Szedlacsik Miklós, hogy eltitkolt tudás. És tudjátok, miért eltitkolt tudás? Azért, mert nagyon sok mindent megtanítanak velünk az életben, de azt, hogy hogy éljünk, hol tanítják meg? Sehol. És ezért eltitkolt tudás, mert itt valóban olyan tudást kapunk, ami az életünkről szól, az életünkhöz kell. Itt van 26 nagy témakör, és ez mind arról szól, hogy hogy éljünk az életben, hogy kezeljük élethelyzeteinket, hogy kezeljük azt a 10 életterületet, ami ki volt vetítve. Mind arról szól. És úgy van összerakva itt nálunk a rendszer, hogy bármikor bekapcsolódhatsz, mert körforgásban mennek. Tehát, hogyha mondtam volna neked, most szimpatikus volt, amit hallottál, elsőre hallgattál minket, vagy már régóta hallgatsz minket, ne halogasd. Gyere el és kezd el a képzést. És te magad döntsd el azt, hogy szeretnél-e részt venni abban a célban, ami nekünk van, az, hogy az minél több embert bejuttassunk az aranykorba. Gyere el te magad személyesen, ugyanis a képzéseink minden szerdán, minden vasárnap Budapesten vannak élőben, az irodában. Szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól, és ez mindig így van. És ez is jó benne, hogy ez mindig rendszerességgel van, és mindig ebben foglalkozunk. Tehát jön a szerda,
szerde után van a vasárnap, köztelévő idők, amik vannak, az mindig abban foglalkozunk, amit éppen kaptunk szerdán, és azáltal mindig az életünkben van. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobban vált az élete. És amint hallottad, az első havi tandíj, vagy lehet, hogy éppen nem volt róla szó, de most mi szót tettünk róla, most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól pedig szintén akciósan 12.500 forint a havi tandíj. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget, amiben szintén kipróbálhatod magad, azt lehet mondani, hogy kockázatmentesen. Hát igen, mint ahogy mi már beszéltünk arról, hogy tényleg amikor mi ide kerültünk, nem is gondoltunk arról, hogy mennyi mindent fogunk mi itt kapni. És mint ahogy mondtunk, hogy nekünk már ez a családi vállalkozásunk, tehát nekünk ebből van a jövedelmünk, és mint ahogy mondtam, hogy ennél etikusabbat, tehát mi nem találtunk tényleg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy gyertek el, nézzétek meg, kezdjétek el, és aztán majd eldöntitek, és meglátjátok, hogy valóban ennél egy jobb hely nincsen. És megköszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lettünk a mai szeminárium házigazdái. Köszönjük szépen. És köszönjük azt a szeretetet, ami tőletek áramlik felénk, megpróbáltuk visszaadni mindet. Együttműködést, mindent. Mindenkinek nagyon jó stílus utat kívánunk haza. Használjátok ezt az energiát, amit most itt kaptunk. Szeretünk benneteket. Sok sikert mindenkinek. Szeretünk benneteket. Sziasztok. Sziasztok.